Jó estét kívánok! A miniszterelnök a bankok erkölcsi kötelességének nevezte, hogy önként módosítsák a devizahitelszerződéseket. Orbán Viktor kijelentette, az lenne a tisztességes, ha ezt a pénzintézetek állami kényszer nélkül megtennék még november 1-je előtt. A kormányfő azt mondta, a bankoknak kellene viselni az árfolyam módosításból származó veszteség nagy részét, és nem az embereknek. Mi tudjuk, hogy kellene november 1-ével megoldani ezt a dolgot. A bankokkal még egyeztetések zajlottak, meg zajlanak is a háttérben, de szeretnénk, ha nem nekünk kellene megoldani, hanem a rossz hiszemű szerződéseket a bankok saját akaratból, ha van a bankároknak lelkismeretes, miért ne lenne, ők is emberből vannak, hagyatkozva nekik kell megtenni. Az este vendége Rogán Antal, a Fidesz frakció vezető. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, hogy tudják, hogy kéne november 1-jét technikailag megoldani ezt a dolgot. Hogyan? Hát dolgozunk a megoldáson, én inkább így fogalmaznék. Ez természetesen teljesen egyértelmű, tehát mi mindenképpen akkor olyan megoldást fogunk a parlament elé terjeszteni, ami törvényileg elő fogja érni a szerződések megváltoztatását, és egyben rendelkezik arról, hogy a árfolyam növekedésből, az árfolyam vesztességből adódott teher nagyobbik részét azt a bankok vállalják. Ennek természetesen van egy normális korlátja. Mert én azt gondolom, hogy nagyjából azzal kell kalkulálni, annak idején, amikor a bankok ezeket a devizahiteleket árulták, azzal csapták be az embereket, hogy azt mondták, hogy ezek sokkal kedvezőbbek lesznek, mint a forinthitelek. Én azt gondolom, hogy akkor most annyit kell belőle a bankoknak átvállalni, hogy ezek pont annyira legyenek jók, mintha valaki annak idején forinthitelt vett volna fel. A kormány és a kormánypárt megítélése szerint mekkora összegről van itt szó? Tehát mekkora összegből lehet ezt a problémát orvosolni? Most itt nem összegről beszélünk, most nézze, én azt gondolom, hogy ez valóban erkölcsi kérdés. Tehát annak idején, amikor ezeket a hiteleket a bankok adták, akkor ugye mit ígértek meg? Hát azt, hogy ez sokkal kedvezőbb kamatozású lesz, meg fogja őrizni ezt az előnyét. Mi történt egy-két éven belül? Ugye megnőtt a tőke az árfolyam miatt, a megnövekedett tőke miatt jelentősen megnőtt a kamat, amit fizetni kellett rá, és még meg is fejelték ezt a bankok azzal, hogy miközben a svájci frank kamata például lefelé ment, de az euró is, aközben az árfolyam, vagy az a kamat különbözet, amit felszámoltak a devizahiteleseknek, az meg fölfelé ment. Tehát én azt gondolom, hogy éppen ezért ők hatalmas nyerességet tettek zsebre, jó néhány éven keresztül. Most annak egy részét bizony szépen vissza kell tenni, és azt kell mondani, hogy ezt ezzel, annak a nyerességnek a visszatételével az alosztoznak a adósok veszteségében, és visszaadják nekik azt, amit én azt gondolom egyébként jogtalanul, igazságtalanul a hiteleseket becsapva vettek el tőlük. Tárgyalás folyik ebben a pillanatban, vagy ebben a pillanatban várják azt, hogy milyen javaslatokat tesznek a pénzintézetek? Én azt mondanám, hogy szakmai konzultáció az történhet a minisztérium és a bankok között. Erre a frakciülés megadta a felhatalmazást Varga Mihálynak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Tehát ő leülhet és tárgyalhat a bankokkal tovább, de, hogy úgy mondjam, a bankoknak kell eldönteni, hogy ők megoldják a szerződés módosítást maguk november 1-ig, megtehetik. Végre ne felejtse el, korábban kicsit sokszor módosítottak egy oldalúan szerződést, de akkor mindig a hitelesek hátrányára. Ha ez nem történik meg, akkor persze a tárgyalások, a szakmai konzultáció eredményét is alapul véve, a kormány kidolgozza a maga javaslatát, amit november elején beterjeszt a parlament elé.